A Tomsics Rudolf alapfokú művészeti iskola zenekara is megmutatta tudását Demecserben, a kisváros általános iskolájában több százan fújták hangszereiket, hiszen fúvós zenekari találkozót és szólista versenyt is hirdettek. Ez a demecseri részfúvós találkozó és minősítő versenyről van szó először. Ők ezt a rendezvényt 7. alkalommal rendeztük meg, vagy rendezzük meg. A trombita szoldopperek pedig fele ennyi idő. Később találtuk ki, hogy kell ehhez egy egyéni verseny is, és sokkal szívesebben jönnek el, hogyha a zenekar tagjait is megmérettetik még külön-külön. És így a trombita szól doppereg, egyéni részhúvos versenyt is megrendezzük már minden második évben. A résztvevők azok az ország minden részéről jönnek. 2 éve például 14 zenekar volt, és el kell képzelni, hogy egy legkisebb zenekar is 40 fős. Az idei megmérettetésre 6 zenekar érkezett, mellettük közel 140 egyéni versenyző mutatta meg tudását, így összesen több száz fiatal versengett, teljesítményüket szakmai zsűri értékelte. A világ minden pontján, Amerikától egészen Ázsiáig vesznek részt részfúvós versenyen ifjú művészek, zeneakadémisták, akik mindig nagyon szép eredményekkel térnek haza. Büszkén mondhatom, hogy részfúvós nagyhatalom vagyunk úgy a világban, mint Európában. Ez az elmúlt 30-40 évnek a termése, hogy így mondjam, nagyon sokat fejlődtek ezek a hangszerek, a hangszerjátékosok is, és nálunk Magyarországon ma már nagyon komoly kultúrája van. Az egyik legnagyobb sikert idén is a demecseri fúvós zenekar érte el. A Demecserben mindig is szerintem előtérben volt a fúvós zene, ugyanis most jelenlegi formátumában a demecseri fúvós zenekar az 10 éves, tehát idén ünnepeljük a 10. évfordulónkat, viszont a művészeti iskola megalapításának előtt is volt már úgynevezett ilyen rezes banda a városban, de hát sajnos a rendszerváltás idején ezek a hangszerek, illetve a őket megszólaltató emberek sajnos kiöregedtek, elaláloztak. Mi szeretnénk folytatni ezt a nemes hagyományt. A fúvós zenekari versenyen minősítették is a formációkat, a demecseriek B kategóriában aranyminősítést értek el.